Lássuk előbb a Vega videó 8. részét, a lencsés spagetti elkészítését. Kincső, gyere, megfőtt már a tészta. Készíthetjük a lencsés spagettit. Leszűröm, mert már látod, szépen megvan főve, szépen kidagadt. Az igaz, hogy jobb a tésztaféléket a kuktában készíteni, hogy az, ami kifő belőlük, azok a tápanyagok tulajdonképpen nem csak ki a kagylóba. Igen, lehet, nem muszáj kuktába. Akármiben főzzük, hogy ne veszítsen sok, és kiszámítjuk a vizet. Mennyi vizet vesz föl a tészta. Mert így vesztődik a tápanyagból. Kicsit megrázom. Ez milyen tészta? Ez teljes őrlés búzából készült tészta. Spagetti, tagliatelli, ez egy kicsit laposabb, mint a spagetti kerek. Ez meg lapos. Így, bocsánat. Olajat tettem a fazékba, és beleteszem olívaolajat, igen. És beleteszem a tésztát, hogy ne ragadjon össze. Nem használok fehér lisztből tésztát, mert nincsen tápanyag benne. Tölti a gyomrot, és hízlal, és nincs benne a tápérték, amire szüksége van a szervezetnek. Így, most a tészta itt megvan. De ez most nem jelenti azt, hogy bármennyit ehetünk ebből. A jóból mindig mértékkel, és a rosszat amennyire lehet kerülni. Most a lencsét készítem el. Előkészítettem, előre főztem a lencsét, csak magába. Mi a jó a lencsében? A lencse az is fehérjepotló, a vegetáriánusoknak a húspotló. Hús. A fehérje és egészséges fehérje gabonával vegyítve a teljes aminosavak megvannak benne. Ez a nyers lencse. És van több fajta lencse? Igen, van több fajta lencse. Van piros lencse, az nagyon hamar megfő, PP fő, abból nagyon jó pastétomokat készíteni. Akkor van fekete lencse, és különböző lencsefélék vannak. És mindegyiknek kicsit más. Ez a zöld lencse. Igen, ez a zöld lencse. Úgy, most készítjük, a lencsét elkészítem véglegesen, mert csak előkészítettem egy kicsit, hogy menjen hamarabb, hogy tudjunk hamarabb ebédelni ma. A hagymát betettem. Vízbe? Igen, egy kis vízbe teszem. Kicsit felkavarom a kezét. És akkor hozzáteszem a majoránnát. Egy jó evőkanál majoránnát tettem. A majoránna nagyon jól passzol a lencséhez. És a majoránna az emésztést elősegíti. Úgyhogy akinek nehezen emészti a gyomra a lencsét, a majoránna segít rajta. Akkor a vegetát beleteszem. Így. Hogy az ízek összefőjenek, az nagyon fontos. Úgy, most beleteszem a lencsét is. És azt mennyi időt lehet elkészíteni?
hamar elkészül. A lencsét jó, hogyha beáztatjuk, estétől reggelig, és akkor reggel egy óra alatt meg van főve, ha jól be van áztatva. Így. Egy kicsit hagyjuk főni. Megkavarom addig a tésztát, hogy ne ragadjon össze. És le is fedem, hogy ne hűljön olyan hamar ki. Legyen meleg, mikor eszük. A sárgarépát is külön főztem, csak vízbe, nem ízesítettem semmivel, és a paprikát is. És a végén teszem be, hagyom, hogy a lencse összefűjön, és a végén teszem bele a sárgarépát, paprikát, megmarad a szép színe. Így. Most mindjárt kész lesz a lencse. Hozzáteszem a paradicsom pasztát. Én nagyon pici kis vizet töltök hozzá. Most előkészítem a tésztát a tálba, hogy amikor a lencse kész van, akkor beletesszük a tálba. Egy fészket készítünk a lencsének. Majd ide bele fogjuk tenni. És a lencse... Igen, a lencse forró lesz, és akkor az még fölmelegíti a... Csak azt szerettem volna megkérdezni, hogy nem túl drasztikus váltás nekünk, akik tényleg ahhoz vagyunk szokva, hogy szalonát tegyünk, meg különböző húsokat, meg töltött káposztát, egy ilyen vegetáriánus ételekre való áttérés. Hát nézd meg, az ember nem eszik állandóan húst. A húshoz kell valamit készíteni, kell zöldséget készíteni hozzá, kell tésztafélét hozzá, kell rizset hozzá, tehát nincs olyan nagy változás. Csak a húst vettük ki, és a húst pótoljuk a babfélékkel, lencsékkel. Az meg lehet, ez az átállás egy kis problémát okoz a gyomornak, mert nincs szokva húsnak, nincs rostos anyagja. De a lencsének, babnak nagyon sok a rostos anyagja. És akkor a szervezet erre reagál. Tehát jó, ufadást ad, meg tele érezzük magunkat is. Jobb, hogyha fokozatosan térünk át? Jobb, hogyha kevesebbet teszünk. Nem szabad nagyon jól lakni belőle. Ha jól is ízlik, kevesebbet kell lenni, mert akkor a gyomor könnyebben, és szüksége van a gyomornak átállnia. Mert a rostos anyagok szükségesek a szervezetünknek, és a húsból innen hiányzik. Úgy, mostan bele kavarom a zöldséget. Paprikát. És a tejfét. Tejfölt, ami szójatejből készült, igen, ugye? Igen. Engem egy kicsit zavar, hogy tejfölnek nevezzük, miközben tulajdonképpen azért mégsem tejből készült, tehát nem állati tejből készült. Nem lehetne valami más nevet adni? Lehetne, és igazad van, mert... Megtévesztő. Tejfölt mondok, én egyet gondolok, és te egész másat értesz alatta. És ez nem olyan jó. És van más neve? Gondolom szójakrém, ez lenne egy megfelelő neve. Csak megszoktuk ezt a helyettesítő nevet, és nagyon hamar arra a kifejezésre siklunk. Igen, mert használjuk, hogy jaúr, tej, tejföld, tej, és közben ezek mégsem a igen. Hagyományos. Egy kis zöldséget pároltam, és azt is a tetejére fogom rakni.
Hogyan párolod a zöldséget? Közbe párolom. Van egy edény, amit a fazékba bele lehet tenni, és akkor oda tesszük a zöldséget főni. Alul van a víz, és a zöldség víz nélkül fő, csak a gőzbe. És az nagyon jó, mert nem vesztődik el az a tápanyagok belőle. Pont úgy, ahogy említetted te, a tésztánál, a főtt tésztánál is. A kuktában való főzést. Igen, így. Ez most van. És akkor egy kis gomászióval megszórom. Egy kis akkor mivel? Gomászió. Ez az a ételízesítő, amit napraforgómagból, szézámmagból, pirítva és fokhagymával, élesztőpehelyel készítünk. Nagyon jó ízet ad az ételnek. Na, ez megvan, és akkor most elkészítjük hamar a salátát, és ehetünk is. Zöld salátát csináltam, mézes citromos öntettel, és itt van a spagetti lencsemártással.